Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, 11 óra 5 perc van, bár mi már imádkoztunk, de veletek együtt is szeretnénk, akkor csendesedjünk el egy imádságra. Drága mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük szépen ezt a csodálatos kiváltságot, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük szépen a Szent Szombatnap áldását, köszönjük szépen, hogy ebben a napban megismerhettük a te teremtésed nagyságát. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy minden pillanatban megáldasz bennünket. Köszönjük, hogy egész héten velünk voltál. Vigyáztál, óvtál ránk, köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy ezen a napon is megszólítasz bennünket a te szent igéd által, adj értő és halló füleket a te szent lelked által, mennyei atyánk, hogy megértsük a mai üzenetedet, áldjál meg egész napon, áld meg azokat a testvéreinket is, akik elmennek a gyülekezetbe, azokat is, akik esetleg otthon maradtak, hogy az üzenetet minden tekintetben meghallják, mennyei atyánk, amelyeket ma világszerte küldesz a te népednek. Köszönjük szépen ezt Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és folytatjuk tovább sorozatunkat időszerű kérdésről, a félelemről, illetve a félelemnek a legyőzéséről egyáltalán, hogy egy olyan világban, amelyről Jézus azt mondta, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és a jövő várása miatt, mi is a keresztény embernek a feladata. Csak úgy emlékeztetlek benneteket arra, hogy az első alkalommal, amikor elkezdtük ezt a sorozatunkat, akkor arról szóltunk, hogy félelem azóta van az emberi világban, mióta bűn van, tehát Isten nem félelemre nevelt és teremtett bennünket. Mózes első könyve 3. fejezet 10. verse beszél először félelemről. Azt is kiemeltük, hogy milyen különös dolog lett ez a félelem, hogy attól félünk, akitől nem kellene, és akitől kellene, pedig nem félünk. Istentől félünk, aki iránt elveszítettük a bizalmunkat, és az Isten és ember ellenségétől nem félünk, és olyan könnyen bele megyünk a kísértésekbe és a csapdákba. Aztán elősoroltunk bibliai történeteket is a félelemről és a félelem legyőzéséről. Foglalkoztunk különösen az 56. és a 91. Zsoltárral, ahol több szó esik a félelemről és annak legyőzéséről. És egy héttel ezelőtt pedig arról szóltunk, hogy Jézusnak soha nem kellett félnie az emberi életben, hiszen semmi nem volt, ami elválassza őt az atyától, és ő kimondhatta azt, hogy az atya mindig vele van, és ha vele volt az atya, akkor neki nem volt oka a félelemre, akkor sem, ha többször is meg akarták ölni a földi szolgálata során. Ugyanakkor rátértünk Márk evangélium a 14. fejezete szerint arra, hogy Jézus miért kezdett mégis rettegni és gyötrődni. Ez volt a két jellegzetes kifejezés, amit kiemeltünk abból a történetből, amely a Getsemáné kertbeli történet, és arról beszéltünk, hogy Jézus miért is félt, hogy egyedül nem tudja az emberi természetével megküzdeni ezt a küzdelmet, ami rá vár, hiszen hogyha a bűneink hordozója lett, ha átvette a mi bűneinket, akkor az atya is közte ott volt a bűn, és Jézus attól félt, hogy az emberi természete győzedelmeskedni fog, ezért kellett neki háromszor is imádságba fognia, ezért kellett ezt a belső megosztottságát legyőznie, amelyben felismerhettük, mint megosztottságban és meghasonlásban a félelem legfélelmetesebb megnyilvánulási formáit. Lehetne még beszélni Jézusnak erről a küzdelméről, de hát ez volt a múlt alkalom, és a mai alkalommal tovább lépünk, bibliai történeteket és igéket keresünk a félelemre és a félelem legyőzésére, és a mai témánk egy különleges téma, egy újszövetségi történet az apostolok cselekedeteinek könyvéből. Lapozzuk is fel közösen a 15. fejezetet, ahonnan szeretném felolvasni ezt a történetet. Hát ugye az apostolok cselekedetei könyve is tele van olyan
eseményekkel, amelyek félelmetes események, de itt nem ezekből szeretnék kiemelni, hanem egy olyan történetre szeretném, hogyha ráirányulna a figyelmünk, amelyben valaki félt, és a félelme megosztottságot váltott ki a keresztény közösség életében. Mielőtt felolvasnám ezt a jelenetet, föltenném nektek a kérdést, hogy szerintetek vannak olyan hivatások, amelyekben nem lehet félni, vagy amelyekben a félelem az eleve akadály annak a hivatásnak a betöltéséhez? Ismertek ilyen hivatásokat, amelyre ne menjenek olyan emberek, akik félnek, vagy félénkek, vagy milyen hivatás? Katonaság, katonaság, tűzoltóság, pilóta, orvos. Hát akkor elég sok, talán még lehetne találni, nem? És arra is emlékeztek, hogy Isten például a hadviseléshez, mert sajnos elkerülhetetlen volt, ugye a Biblia szerint azért a hadviselés csak egy ízben menthető, amikor önvédelmet szolgál, de emlékeztek olyan jelenetre, hogy Isten milyen törvényt adott azok számára, akik félnek? Lehettek katonák? Haza kellett küldeni. Tehát nem volt kötelező sorozás, mint az én időmben. Emlékszem, 18 éves koromban, amikor elvittek katonának, és azt mondta, hogy meg se kérdeznek, hogy én el akarok menni. Hát én félek. Hát én, ha kezembe adnak egy géppisztolyt, elkezdek remegni. És mire mennek az ilyen katonával? Azt mondták, hogy ezt nem hozzák a tudomásomra, elértem azt a kort, ha egészségügyileg semmi akadály, besoroztak, és egyik pillanatról a másikra a szülővárosomtól 400 kilométerre, mert ennyi van Hódmezővásárhely és Mosonmagyaróvár között, el kellett mennem. Én azt hittem, hogy nem hiszek a szememnek, de hát el kellett mennem katonának. Nem volt ilyen. Isten mennyire bölcsebb rendelkezést hozott, aki félt, azt nem lehetett besorozni. Ismertek erről egy híres ószövetségi történetet a Bírák könyvéből? Ki küldte haza azokat, akik féltek? Gedeon, így van. Hány ezer ember volt Gedeon hadseregében akkor, amikor egy túlnyomó többségű katonassággal szembe álltak? 32 ezer. Az ellenerő majdnem 200 ezer volt, tehát az egy hatoda nem volt Gedeonnak a hadserege, és mégis Isten azt mondta, hogy sok ez a 32 ezer ember. Küld haza azokat, akik félnek. Emlékeztek, mennyi ment haza? A 32 ezerből mennyien mentek haza? Nem, 22 ezeren, nem, 22 ezeren mentek haza, leapadt 10 ezer főre. Érdemes megegyezni ezeket a számokat. Amikor megmaradt a 10 ezer ember, akkor azt mondta Isten, hogy most már ezzel menjél küzdeni, akkor még egy rostát, még egy próbatételt írt elő Isten, hogy ki az, aki úgy szürcsöl vizet, hogy közben nézi, hogy az ellenségnek mik a hadmozdulatai, és akkor a 10 ezerből a második rostán mennyi esett ki? 9700. Tehát maradt neki 300 embere. Vagyis a 32 ezerből az első rostán a félők kiestek, az 22 ezer. A második rostán, akik figyelem nélkül voltak, a figyelem intézményesített formája az a szorgalom, vagy a kitartás, ott többen estek ki már relatíve. Nem abszolút értékben, de relatíve többen, mert a 300 az sokkal kisebb hányada a 10 ezernek, mint a 32 ezernek a 22 ezer. Tehát erre figyeljünk, mert én úgy gondolom, hogy ez Bírák könyvében nem véletlenül olvassuk ezt Gedeon történetében, mert arra figyelmeztet bennünket, hogy az életben van két rosta, az egyik rosta a félelem, a másik rosta a szorgalom. Ugyanezt olvassuk ugyanebben a könyvben, amikor Debórának a hálaénekét olvashatjuk, ott is arról van szó, hogy ki nem félt, és ki volt álhatatos a Sisere haddal szemben. Úgy tűnik tehát, hogy ez az életnek egyik
nagy törvényszerűsége. Sofóniás könyve 3. fejezetében is azt a felszólítást olvassuk, hogy ne félj, és mi jön ezután? Ne félj, ne lankadjanak kezeid, ó Sion. Tehát megint csak úgy tűnik, most már a 3. igehelyet idézem, hogy először a félelmet kell legyőzni, utána pedig a restséget kell legyőzni. Ezen van mit gondolkoznunk mindannyiunknak. Először a félelmet kell legyőzni, utána a restséget kell legyőzni. És azért mondom így, mert ugye eddig már tisztáztuk, hogy senki nem születik se bátran, se szorgalmasan. A bátorság és a szorgalom az már egy kiküzdött erény és jellemtulajdonság, és Pál apostol ezzel találkozott, és itt vezetném be ezt a történetünket. Amikor Pál apostol elindult az első missziós útjárát, akkor nem tudta még, hogy hány missziós útja lesz. Ugye a 40-es évek közepetáján vagyunk, vége felé járunk. Honnan is indult el Pál apostol az első missziós útjára? Melyik volt az a keresztény közösség, ami a leginkább missziós lelkületű, sem nem félt, sem nem volt lusta? Melyik volt az első ilyen keresztény közösség, ami sem nem félt, sem nem volt lusta? Hát ez bizony nem Jeruzsálemben volt, nem is Izraelben, hanem ez az a gyülekezet volt, ami a szíriai Antiókiában jött létre. Tehát az antiókiai gyülekezet, ezt jól jegyezzétek meg, legyetek kedvesek, mert az antiókiai gyülekezet küldte el minden egyes missziós útjára Pált. Ez is jelezte, hogy ezek mennyire nem a félelemből éltek, és nem egy belterjes keresztény életet éltek, hogy összegyűltek és csak magukban ünnepeltek, vagy a maguk városában tartották illendőnek a missziót, hanem az antiókiai gyülekezet elhatározta, hogy Ciprusra küldi Pált. Ciprus után pedig menjen el a mai Törökország, hát akkor ugye Anatólia fennsíkjának nevezték, vidékeire, eldugott falvakba küldte, tehát nem világvárosokba küldte Pált. Eldugott, és hát az eldugott falvak azért elég ellenségesek és elég veszélyesek is voltak, és Pál neki is indult néhány munkatársával, így például Barnabással, és Barnabásnak a rokonával, Márk Jánossal. Na röviden, még mielőtt felolvasnám a történetet, tehát Pálról mindannyian tudtok, talán részleteiben nem kell velük foglalkozni, de ki volt ez a Barnabás? Mit tudtok Barnabásról? Mert Sarkadi Nagy Pál, aki könyvet írt a Bibliának ezekről a jellegzetes személyiségeiről, kicsit elfelejtett személyiségeiről, azt írja, hogy Barnabásnak köszönhetjük tulajdonképpen, hogy Pálból Pál lett emberileg, és Barnabás is nagy tehetségű ember volt, de ő vállalta a második helyet Pál után. Ki volt ez a Barnabás? Ciprusi származású volt, és Antiókiában olyan nagy munkát végzett, hogy létrehozta a világ történelem első multikulturális gyülekezetét, ma ezt így mondanánk. Volt abban zsidó, volt abban görög, volt abban római, és volt abban afrikai, tehát, hogy úgy mondjam, négerek is voltak. Aki Nigernek neveztetik, mondja az egyik ilyen tagról maga a Szentírás. Antiókiában, amikor látta már, hogy ő maga a saját erejével és tehetségével kicsi ennek a gyülekezetnek az összefogására és munkába állításába, akkor elment Tarzuszba. Ugye Pál visszavonult, Pál Arábia sivatagjába 3 évig vonult vissza, utána visszavonult Tarzuszba 14 évig, tehát Pál ekkor Tarzuszban tartózik, Tarzusz nincs messze Antiókiától. Tudjátok, hogy a keleti és nyugati világnak a meccéspontján volt ez a Tarzusz. Tehát Pálról se úgy gondolkozzunk, hogy Tarzusz egy kis faluból származott. Mit gondoltok, Tarzusz, ahonnan Pál származott, és ahova mindig visszament, most is ott tartózkodik, még nem Antiókiában, körülbelül mit gondoltok, hány ezer lakosú volt Tarzusz? Körülbelül mekkora város lehetett? Egy szekszárdnyi város, vagy egy debrecennyi város? 20-30. 20-30 ezer volt.
7-8 ezer, 200 ezer volt. Tarzuszban volt a legtöbb egyetem például, de Pált nem iratták be a tarzuszi egyetemek egyikére, mert a helyi istenfélők voltak, ők nem egy ilyen multikulturális, össze-vissza ökumenikus egyetemre akarták beiratni a gyereküket, elküldték Jeruzsálembe Gamáliel lábaihoz. Pontosan tudták, hogy ki a legkomolyabban hívő ember, ez Gamáliel volt. De Tarzuszban, amikor visszament Pál, mindig jó helyre ment vissza, mert az egy nagy, tehát ott nem Tokaj vagy Szekszárd volt az evangelizálás célpontja, hanem Debrecen volt. És éppen ott van most Tarzuszban Pál, elmegy hozzá Barnabás, elhívja Antiókiába, hogy segítsél nekem, mert egy nagy gyülekezet jön létre, és most már ketten dolgoznak, egy évig dolgoznak ketten ezen a gyülekezeten, és egy idő után ez a gyülekezet akkor ünnepélyes istentiszteletet tart, kezüket rávetik Pálra és Barnabásra, mint egy felkenik őket arra a szolgálatra, hogy most menjetek, mi nem magunknak akarunk élni, menjetek és szerte a mediterrán medencében, terjesszétek az evangéliumot, és így kerül sor körülbelül a 40-es évek végén Pálnak az első missziós útjára, amelybe tehát viszi magával ezt a Barnabást. De ki volt a harmadik szereplő? Tehát Pál, Barnabás, Márk János. Ki ez a Márk János? Hát itt a helye, akkor rögzítsétek, ez a második evangélium szerzője. A második evangélium szerzőjéről, tehát Márkról, akinek a másik neve János volt. Olvastok valahol valamit a Bibliában eddig? Márkról. Márk evangéliumában van egy neve említése nélkül feljegyzett jelenet, hogy olyan félénk ember volt ez a Márk, hogy ő először szaladt el egy nehéz helyzetből, a Getsemáné kertből. Ezt tudjuk, hogy ki szaladt el először. És az egyik katona utána kapott, és egy viszonylag gondolom nagyon értékes felső ruhája a kezében maradt. Ezt megörökítette már, olvassátok el az evangéliumában, de nem szaladt a ruhája után. Ez ágában nem volt. Úgy féltette az életét, menteni akarta az életét. Ezt olvassuk, tehát tudjuk azt, hogy Márk, akivel elment Pál és Barnabás, félénk ember volt. Félénk ember volt. De mégis ő úgy gondolta, ha nem is katonának, de misszionáriusnak meg fog felelni. Na, előbb kipipáltuk, tehát katonának nem felel meg a kifér. Most térjünk rá, szerintetek misszionáriusnak megfelel a kifér? Szerintetek megfelel, vagy nem felel meg? De tele van jó szándékkal, van is neki mondandója. Nem, mondjuk nem is Afrikába kell menni, vagy nem is Pápua szigetér, hogy majd megeszik ott, hanem mondjuk itt kell elmenni, Budapestről el kell menni, mondjuk Szabolcsba, vagy el kell menni Nógrádba, vagy Somogy megyébe, és biztos elmer menni. Te amikor megismerted az evangéliumot, János, akkor te amikor mentél, féltél? Én nem féltem, mert az volt bennem, hogy a szeretetben nincsen félelem. Tehát akkor te is le kellett, hogy győzed. Azért le, valamennyire le, csak féltél. Jó, inkább én azt inkább úgy fogalmaznék, hogy izgultam. Igen, hát akik misszionáriusnak, mondom így nagy szóval, vagy evangelizátornak adtuk az életünket, higgyétek el, én az első előadásomra emlékszem, 1983-ban tartottam Budapesten a jogi egyetemen. Az nehezítette az első előadásomat, hogy előző este a metrón utaztam, és már annyira izgultam, hogy holnap előadásom lesz, hogy túlmentem egy állomáson, és át kellett mennem, hogy visszafele vezető vonalra menjek, és hogy átmentem egy ilyen erős, bőrfejű fiatalember, aki szintén rohant, mert neki is úgy látszik, ilyen dolga volt, úgy nekem rohant, hogy ekkora monoklím képződött a szemem alatt. És képzeljétek el, másnap nekem így kellett kiállnom Budapesten a jogi egyetemen, az első előadáson is már több mint 100 ember volt,
és én kiálltam, ugye ment fölfelé ugye az ülések, így a padok, és mindenki látta ezt az oldalt, mint egy betörő úgy álltam ott, és a Bibliáról beszéltem, Isten szeretetéről, a teremtéstől, tehát ekkora, hát úgy remegtek a lábaim, el nem tudom mondani, hogy jó, hogy egy katedra volt előttem, mert ha látták volna, hogy egy állandóan remegő lábakkal, és amikor fölrajzoltam a táblára, mögöttem volt a tábla, iszonyúan kiszaladtam az egyórás előadásból, kétórás előadás, hát ennek ellenére az emberek végig ülték, és nem volt semmi botrány, de hogy azokra a remegő lábakra, hogy néznek rám, hogy most én egy betörő vagyok, vagy egy robotmúltú ember, és beszélek itt szent dolgokról. Hát még utána sokáig megmaradt a monoklis, de a félelem még inkább megmaradt. Emlékszem, Vankó Mihályné, aki szintén ott volt az első előadáson, azt mondta nekem, hogy Jánoskám, nagyon szép volt ez az előadás, de legközelebb ügyelj arra, hogy több igehelyet írjál fel a táblára, és ne a saját szavaiddal akarj mindent elmondani, mert hidd el, ha te az igehelyeket fölírod, az emberek utána néznek és elolvassák, majd az elvégzi a maga feladatát. Soha nem felejtem ezt a csodálatos mondatot, hogy nem neked kell ott kitárgyalni, meg mind, azt csak olvasd fel, vagy mondd el az ige, majd az elvégzi a maga feladatát. Hát én nagyon féltem. És a második helyszínem Kecskemét volt, aztán Szombathely, Csongrád, Szeged. Emlékszem, hogy később tudtam meg, hogy Kecskeméten a szervező pártitkár egyébként beült az előadásaimra, de 10 perc után elhagyta mindig a helyszínt. És akkor mindenki föllélegzett ott a hallgatóság soraiból, és ha én jobban föllélegeztem volna, mint illett volna, és elkezdtem volna olyanokat beszélni, amit talán az ő jelenlétében nem mondtam volna el, lebuktam volna, mert később tudtam meg, hogy ő nem azért ment el, mert nem érdekelte az előadást, nagyon is érdekelte, csak utána ő visszament a szobájába bevezettette az én hangomat, és ő arra volt kíváncsi, hogy a jelenlétében ugyanazt mondom, illetve a távol létében ugyanazt mondom-e, mint a jelenlétében. És így egy évig így figyelte az előadásokat. Én ezt tudtam volna, ott is remegő lábakkal álltam volna, csak hogy egy rossz szót nem mondjak erről. Tehát akkor úgy gondoljátok, hogy nekünk is le kell győzni a félelmet, ugye? Minden keresztény ember misszionárius, ti féltetek? Volt olyan az életetek, hogy valakinek, úgy éreztétek, hogy valamit kellene mondani, vagy mert kérdezett, vagy mert a helyzet olyan volt, és nem mertetek mondani semmit, se volt ilyen eset? Marci, te azt mondod, hogy volt? Volt. Volt. Volt ilyen eset. Hát le kell győzni a félelmet. De Márk nem győzte le a félelmet. Márk Pamfíliától ott hagyta Pált és Barnabást, és egyszerűen faképnél hagyta őket és hazament. Úgy gondolta, hogy ő erre a szolgálatra nem alkalmas. Hát Pált azért megkövezték az első missziós útján, azért üldözték, egyébként minden missziós útján volt ilyen esemény, és amikor visszatértek az első missziós útról, ennek a félelemnek a kiértékelése más volt Pálnál, és más volt Barnabásnál. Szembeállította őket ez a félelem, illetve ennek a félelemnek a kiértékelése. És ezt olvassuk most fel az Apostolok Cselekedetei 15. fejezet 36. versétől. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak, visszatérve most, látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, aki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfíliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba. Pál pedig Sílást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárta Szilíciát és Cilíciát,
erősítve a gyülekezeteket. Ez az a történet, amit egy kicsit most vegyünk nagyító alá, és próbáljuk megérteni a helyzetet. Tehát látjátok, egy félelem nem csak önmagában rossz, hogy akkor Márk mit élt át, hanem a félelemből tett cselekedete két komoly hívő embert szembeállított egymással. Barnabás, aki rokona volt persze Márknak, úgy gondolta, hogy ez talán csak egy ilyen múló rosszul lét Márknál, és a következő második missziós útjukon majd erőre kap, és azt tanácsolta Pálnak, hogy a második missziós útra is vegyék maguk mellé Márkot. Pál azonban, így olvastam, azt mondja, azt tartotta méltónak, hogy ezt ne tegyék. Megállok ennél a kérdésnél, ti hogy értékelitek ezt? Ha nektek kellett volna ezt értékelni, tehát mondom, egy félelemből elkövetett faképnél hagyás, te kivel azonosulsz most, Pállal vagy Barnabással? Kinek a szempontjait tudod magadévá tenni? Pálét vagy Barnabásit? Ki szavaz Pálra, mondjuk, most szavazzunk. 1, 2, 3, 4. Ki szavaz Barnabásra? Tartózkodni nem lehet. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát többen Barnabás mellett álltok, tessék, meg lehet okolni. Én azt mondtam, hogy mind a kettőnek igaza volt. Mind a kettőnek igaza volt. De ti elmennétek egy következő alkalomra olyan valakivel, aki az előző alkalommal félt és otthagyott benneteket, és utána ezt nem is tisztázta. Én megvallom őszintén, én nem mennék el. Ha engem egy közös munkában valaki otthagy, és utána ez nem válik komoly megbeszélés tárgyává, nem tisztázzuk, nem könyörgünk, nem próbáljuk legyőzni ezt a helyzetet, akkor én úgy gondolom, hogy én teljes mértékben Pál mellett vagyok. Pál nem ítélte el, nem arról van szó, hogy spálcát tört Márk fölött, csak azt mondta, hogy ha én katona lennék, azt kihagynám a hadseregemből, aki fél. Ezt már megszavaztuk mi is. Ennek ellenére most a többletszavazás azért Barnabás mellé állt. Érdekes módon, talán szolidaritásból. A második dolog, ha valaki missziós útra megy, akkor azt gondolom, hogy az a legalapvetőbb, hogy a félelmet zárjuk ki. Mert hogyha nem zárjuk ki a félelmet, akkor az annyi bajt fog szerezni, hogy az kimondhatatlan. Persze itt meg lehet érteni a szempontokat. Barnabás, aki rokon volt, talán régóta ismerte Márkot, úgy gondolta, hogy ez nem a lényének a legalapvetőbb része, hanem ezt, hogy úgy mondjam, kinőheti vagy legyőzheti. Pál viszont azt mondta, hogy adjunk erre időt, ha most nem, akkor lehet, hogy később. Tehát úgy ismét mondom, hogy Pál nem ítélt el Márkot, csak azt mondta, hogy ő vele nem indulok el. Sílást választotta maga mellé. Mondja is itt a szövegünk, nézzétek, azt mondja, eljárta Szíriát és Cilíciát, tehát ő észak felé ment, és a földi utat választotta. Barnabás viszont Márkkal együtt ismét Ciprus felé ment, ő a tengeri utat választotta. Tehát tényleg egyik ment észak felé, másik ment nyugat, és teljesen szétváltak az útjaik. Ez az egyik. A második, hogy a gyülekezetben is meghasonlás támadt a félelem miatt. Hát a gyülekezet is ezt egy komoly problémának tartotta, és úgy tűnik, hogy az egyik oldalra állt, a másik oldalra állt. De amiért én választottam ezt a történetet, hogy most csak egy kis történetet elemezzünk, hogy itt a gyülekezetnek a magatartását én csodálatosnak tartom. Ugye János tette fel délelőtt a kérdést egy más összefüggésben, hogy a gyülekezet bizonyos alkalmakkor mit kellene, hogy tegyen. Azért higgyétek el, hogy az Isten gyülekezete, hogy mit kell, hogy tegyen, és ha jót tesz ez a gyülekezet, ez egy óriási bizonyság. Mert akkor nem egy valaki tesz jót, vagy nem kettő, hanem egy egész közösség tesz jót, ez egy olyan óriási bizonyság. Nézzetek bele a szövegben, mit tett a gyülekezet?
az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Csodálatos mondat. Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Tehát a gyülekezet nem állt sem Pál mellé, sem Barnabás mellé, vagy ha úgy tetszik, mind a kettő mellé odaállt. Mi a csodálatos ebben, mondjátok meg? Mert sokan azt mondják, hogy na hát íme az opportunista gyülekezet, hát most ugye nem kell, nem csinálnak nagy dolgot belőle, nem dönt, nem választ. Hát ez megalkuvás. Én szerintem ez nem megalkuvás. Mit találtok ebben csodálatosnak? Hogy az Isten kegyelmére bizatván a gyülekezettől. Az ítéletet nem vette a maga kezébe. Az ítéletet nem vette a maga kezébe, mondja Jutka. Hasonló. Istenre bízta az ítéletet. Istenre bízta, mert hát van, amikor sem egyes ember, sem egy közösség nem tud megítélni valamit, de melyik közösségben van benne az az alázat, ami ezt beismeri? Értitek? Mert sokszor mi, az egyes ember se akarja ezt beismerni, hogy ő nem tud valamit megítélni, mert mindenki az ítéletben első. Mint hogyha nem csengene a fülünkben Jézusnak a János evangélium a 7. fejezetében mondott szava, hogy ne a látszat szerint ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Az egyes ember is sokszor, figyeljétek meg, hogy az egyes emberek is milyen gyorsan mondanak ítéletet, még azelőtt, hogy egyáltalán tájékozottak volna abban a dologban. Aztán meg a második, hogy a közösségek milyen gyorsan mondanak ítéletet, anélkül, hogy tájékozottak volna abban a dologban. De hogy egyes ember és közösség tájékozódik a dologban, messze menően tájékozottak és megbeszélték, hiszen ez egy nem kis hullámverés volt, és a közösség, gondolom, megvitatták, érveltek, beszéltek, imádkoztak, de arra az álláspontra helyezkedtek, hogy van nekünk megbízónk az Isten, és Isten ezt majd idővel ki fogja tisztázni ezt a kérdést, hogy nem most, az nem annyit jelent, hogy nincs nekünk ilyen Istenünk, majd el fogja hozni. Emlékeztek, hogy kimondott ilyet, hogy ha nem most, de mi ezt döntjük, és nem tudjuk, hogy milyen döntést hoz az Isten, de mi akkor is ezt döntjük. Ez a Biblia egyik legszebb és legbátrabb története, a három héber ifjú története Dániel könyve 3. fejezetében, amikor Nabukodonozor azzal fenyegeti őket, hogy a 10-szeresen befűtött égő tüzes kemencébe vetlek benneteket, és ki az az Isten, aki megment titeket az én kezemből. És akkor azt mondja, hogy király örökké, nekünk van Istenünk, aki meg tud menteni, de ha nem mentene is meg, mi akkor is az ő törvényei szerint élünk. Én azt gondolom, hogy ezek a Bibliának a legcsodálatosabb közösségi győzelmei. Ott három héber ifjú győzött, itt meg egy antiókiai keresztény közösség győzött. Én ezt, hogy mondjam, gránitba vésetném, vagy nem tudom, ilyen aranytáblákra metszetném ezt a történetet, mert ez olyan gyönyörű történet. És ennek a történetnek a hátterében, mondom, egy félelemből elkövetett, talán túl gyors megoldás áll, talán Márknak nem kellett volna olyan gyorsan, persze azt is feltételezhetjük, hogy lehet, hogy Márk is megbeszélte ott Pállal, vagy voltak törekvések, hogy visszatartsák Márkot, de azt olvassuk, hogy Pamfíliától fogva ő ott hagyta ezt a missziós társaságot, és ő hazament, és úgy gondolta, hogy ennek ellenére, hogy elment mégis Barnabással, ez is egy nagy rejtély, de hát azért olyan kőkemény következetességet senki életében ne kérjünk számon, meg van megváltozás is, és én azt gondolom, hogy a megváltozás felé vezető út első lépcseje az volt, hogy ő vállalkozott egy újabb missziós útra, hogy ezt Barnabással kellett, hogy megtegye, ez egy másik kérdés, és nem Pállal. Tudjátok, hogy mi történt ezután? Hogy Márkról van még említés a Bibliában? Igen, van említés. Pál, amikor börtönbe kerül Rómában, írja az egyik levelében, hogy őt is küldjétek hozzám, mert most már a munkára alkalmatos.
Tehát úgy tűnik, hogy le lehet győzni a félelmet. Ha nem is rögtön, de folyamatosan küzdve ellene, kudarcokkal tarkítva, le lehet győzni a félelmet. És Márk legyőzte a félelmet. Gondoljátok, hogy sokan így kommentálják ezt a Pálnak ezt a levelét, hogy Pál indulatában utasította el Márkot, hogy ne menjen vele? És utána, mint egy felülbírálta önmagát? Én nem hinném. Én úgy gondolom, hogy Pál joggal mondta azt, hogy ne menjen vele Márk, de ott tartotta a szemét. Tehát csodálatos Pálnak a magatartása is, mert te is, ha találkozol valamivel az életben, valakiről valami kiderül, az nem annyit jelent, hogy tedd skatujába. Az emberi természet általában ezt teszi. Valakiről valami kiderül, mondjuk, hogy gyenge, hogy fáradékony, hogy félénk, hogy pontatlan, hogy nem rendszerető, és akkor beteszik a skatujába, és felcímkézik. Pál ezt soha nem tette. Tehát ebben a történetben ez is egy nagy tanulság, ha valaki elkövet valami hibát, ne azonosítsunk senkit a hibájával, ne címkézzük fel. Mert ha felcímkézzük, mire adunk bizonyságot arra, hogy a kereszténység legalapvetőbb dolgát tévesztettük szem elől, mert a kereszténység legalapvetőbb dolga, hogy a bűnt azt elítéljük, de a bűnöst szeretjük, ugye ezt sokszor mondjuk. Na, de hogyha gyakorlatban nem ezt tesszük, hanem azonosítjuk a bűnöst a bűnével, és katujába helyezzük, akkor az már nem keresztény közösség. Újra visszatérek ehhez. Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Micsoda atyafiak voltak ezek, pedig látjátok, ez egy több nemzetiségű gyülekezet volt. De mi az, ami közösségé formálta őket? Az, hogy megértették az ige szavát, és elfogadták a Szentlélek vezetését, és úgy viselkedtek, hogy egy keresztény közösségnek viselkednie kell. Én igazában multikulturális gyülekezetbe, Amerikába csöppentem bele. Mint tudjátok, talán 2015-ben volt a legutóbbi generálkonferencia, ugye most nem tarthatták meg, és akkor San Antonióba nyugati amerikai testvérek jóvoltából eljuthattam én is, Somogyi Lehellel és feleségével együtt voltunk kint, és hadd mondjam el ezzel kapcsolatban egy csodálatos tapasztalatomat. Ugye hát minden nap bejártunk a generálkonferencia üléseire, egyéb másokkal is próbáltunk kapcsolatot teremteni, és aztán, amikor vége volt a generálkonferenciának, egy nagyon kedves házaspár elvitt bennünket, talán most is nézik a mostani adásunkat Chicagóba, illetve Chicagó környékére, és elmentünk úgy gyülekezetbe, hogy utána meghívtak bennünket, ott főleg indiaiak éltek, de hát élt ott afrikai ember, tehát igazi multikulturális gyülekezet, sok indiai, sok afrikai, néhány dél-amerikai, tehát a világ összes minden részéről voltak, és egyik alkalom után azt mondták, hogy ők nagyon szeretnék megismerni a Jelenések könyvét. Most péntek este éppen a hét kürtszónál tartanak, és ez az a látomás, amit a legkevésbé értenek. Egyébként a hét kürtszónál tartok én most a YouTube sorozatomban, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a mi teológiánk magyarázata a hét kürtszót homályosította el az elmúlt évtizedekben a leginkább. Én ezt tudtam akkor is, 5 évvel ezelőtt is, szívesen mondtam azt, hogy elmegyünk, és kezdjük így a szombatot, hogy beszélünk erről. El is kezdtük, ugye hát fordítással ment a dolog, Lehel fordított, és el is kezdtük a tanulmányozást, de olyan áldott, bensőséges alkalom volt, hogy lassan haladtunk előre. Ők azt mondták, nem baj, szombat este is gyűljünk össze. Szombat este is összegyűltünk, folytattuk tovább a tanulmányt, mondom, egy sok nemzetiségű, 11-nél voltunk, még mindig nem értünk a végére. Azt mondták, nem baj, de mi az én programom vasárnap? El akarok menni már innen? Mondom, nem akarok elmenni, itt vagyok. Nem jöhetnénk össze vasárnap is? És
akkor összejöttünk vasárnap is. Na, ez az igazi gyülekezet, ami a bére a beli gyülekezet. Ugye ez már a következő második missziós útján várja ezt Pál apostolt, amikor Filippi Tesszalonika bérába jut el, akik naponként tudakozzák az írásokat, hogy így vannak ezek. Ez teszi a gyülekezetet igazi gyülekezetté. Az ige előtti maradéktalan főhajtás, hogy nekünk van Istenünk, ami Istenünknek van üzenete, és bármely vitás kérdésben mi forduljunk Istenhez, nem biztos, hogy rögtön válaszol, de hogyha folyamatosan, kitartóan tanulmányozzuk az igét, nektek volt olyan bibliai kérdésetek, amelyre nem kaptatok választ, ha kitartóan és szakadatlanul föltettétek a kérdéseiteket, akár a szombatiskolán belül, akár baráti társaságban, akár ilyen érdeklődésből választottatok előadásokat, vagy sorozatokat. Nekem olyan bibliai kérdésem még nem volt, amit ha meg akartam érteni, azt meg is értettem volna. Mindent megértesz. Akik az Urat keresik, mindent megértenek. Így szól az egyik biztatás a Zsoltárok könyvében. És Jézus is János evangélium a 16. fejezetében azt mondta, hogy akkor majd, ha az ő kegyelméből eljutunk az örök életre, ott semmiről nem fogtok kérdezni engem. Isten mindent ki fog tisztázni. És eljött a kitisztázódás pillanata is, évek során a probléma megoldódott, tehát ez több mint egy évtizeddel később oldódott meg, Pál is magához hivatja Márkot, és folytatják tovább a munkát, és senki nem akar ítélkezni, sem egyes ember, sem pedig a gyülekezet. Én ma ezt a kis történetet szerettem volna elébetek állítani, de tudjátok, azért is hirdettem ezt a sorozatunkat szombat délelőtt, hogy most keressük a történeteket, az igehelyeket a félelemről, mert most gyűjtjük össze azt, amire az elménknek szüksége van. Most vigyük be az elménkbe mindazt, amit a Biblia erről a kérdésről mond. És ha bevittük, majd utána kezdjünk beszélni most már más háttéren, nem úgy, hogy majd én megmondom, hogy most mit kell csinálni világjárvány idején, vagy lenézem azokat, akik félnek, vagy akik nem félnek, azok a nagyon bátor emberek, de ne essünk a ló másik oldalára se, hogy mindentől félni, és természetellenes magatartásra jutni. De mielőtt kiformálnánk a magunk állásfoglalását, napi, gyakorlati magatartását, és eszmeileg is bárkinek is felelősséggel el tudjuk mondani, hogy most mi a helyzet, és én most mit tartok helyesnek, próbáljuk a Bibliának a történeteit és a kijelentéseit egyszerűen tudomásul venni, és bevinni a tudatunkba, hogy valóban igazolódjon az a többet idézett ige, amit többször idéztünk az 56. Zsoltárból, ha félnem kellene is, mégis benned bízom én. Isten mindenre adott nekünk választ. Valaki megszámolt, hogy a félelemről annyi igehely van a Bibliában, ahány nap van az évben, ugye erről is beszéltünk. Tehát 361 néhány kijelentés a Bibliában, ebből most mi még csak egy tört részt emeltünk ki, és a történetekből is csak ezt a történetet szerettem volna ma nektek kiemelni, hogy ha félelemből történt is ez a szétszakadása az első missziós út során azért összekovácsolódott Pálnak és Barnabásnak, Márk miatt azért lett megoldás ennek a dolognak, és a gyülekezet nem akarta eljátszani a mindentudó, vagy mindenben helyesen állásfoglaló gyülekezetnek a szerepét, hanem ez a csodálatos mondat maradjon meg bennünk, hogy Isten kegyelmére bizatván a gyülekezettől. Befejezésül még csak hadd világítsam meg nektek, illetve most már arra nincs idő, hogy megvilágítsam, csak hadd mutassam fel nektek azt, hogy mi milyen keveset foglalkozzunk a kegyelemmel. Pedig azt mondja a 33. Zsoltár, hogy Isten kegyelmével telve van a föld. Pedig Pál apostol is, amikor vallomást tett az életéről, azt mondta az első Korintus levél 15. fejezetében, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
én mindent az ő kegyelmének köszönhetek. Milyen keveset foglalkozunk azzal, hogy mit jelent felépülni a kegyelemben. Milyen kevésszer gyakoroljuk azt, hogy a kegyelmes Isten legyen közöttünk, és ne sokszor a kegyetlen emberi ítélkezés legyen közöttünk. De erről majd egy következő alkalommal szeretnék szólni. Ma ezt a történetet szerettem volna elébetek állítani, és nem tudom, hogy van-e kérdésetek, vagy van-e olyasmi, amire szeretnétek még felhívni a figyelmet. Itt is, de akik hallgatnak bennünket, és nézem, hogy van-e kérdés, mert csütörtökön is nagyon sok kérdést kaptam, az Úr operatív törzse, a nyugalom szobája, a szokásos keddi és csütörtöki sorozatánál. És ha van most kérdés, most is várjuk a kérdést, és itt is, ha akartok még hozzászólni, akkor mondhatjátok, vagy pedig. Azt mondjátok, hogy lejárt az időnk? Igen, látom, hogy ki mindenki néz bennünket. Hát ha most nincs hozzászólás, akkor hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk közösen. Köszönjük, jóságos mennyei atyánk, hogy kegyelmedből minden lényeges történetet följegyeztél, ami épülésünkre való. Nem hallgattad el a legnagyobb hithősökről, de a hívő emberekről sem azt, hogy mi mindenben tettek rosszat az életükben, így most Márkról is, akire mégis rábíztad azt, hogy Jézus Krisztus evangéliumát megörökítse. Őróla is kiderült, hogy bizony félénk fiatalember volt, hogy szinte azt mondhatjuk, hogy gyávaságból otthagyta az apostoltársait és elment. De köszönjük, hogy ezt röviden és nagy együttérzéssel jegyeztetted fel Lukáccsal, az evangélistával, és köszönjük ezt a történetet, ami számunkra kifogyhatatlan tanulságokat rejt, hogy hogyan oldjunk meg gyülekezeten belüli viszályokat, vagy a vélemények másságához hogyan közelítsünk. Köszönjük ezt a csodálatos mondatot, hogy mindenki a maga számára úgy értette meg, hogy az addigi tudatfokán, hitfokán megértette ezt a történetet, de volt mindenkinek alázata, és volt mindenkinek bátorsága nyitva hagyni a kérdést, nem emberileg eldönteni, és Isten kegyelmére bízni azt, amit te a kegyelmed gyógyító erejénél fogva aztán meg is oldottál, Istenünk. Segíts, hogy nem magunk oldjunk meg olyan dolgokat, amiben látjuk, hogy nem látunk megoldást. Segíts, hogy ez azonban ne tegyen felelőtlenné se bennünket, de ítélkezővé sem, ahogy Pálról is látjuk, hogy végig ott tartotta a szemét Márkon, és Barnabás sem keseredett meg Pállal szemben, és köszönjük, hogy a kegyelem gyógyító ereje így mindenkire elhatott, és köszönjük, hogy ebben mi is részesülhetünk, mi a mostani életünkben, hogyha ezeket a történeteket iránymutatónak tartjuk. Áld meg, kérünk, a mai igék emlékét, add, hogy elraktározzuk tudatunkban, előhívjuk, ha kell, és élhessünk, mint a bölcs bérabeliek, akik naponként tudakozták az írásokat ezek által, az igék által. Köszönjük ezt neked, és ezt az elcsendesedést, hogy most megpihentünk nálad Jézusunk kegyelméből. Amen.